különböző korosztályú diákok a Városháza Krudi Gyula termében Nyíregyházán. Bulgáriából, Szlovákiából, Romániából, Lengyelországból és Magyarországról érkeztek fiatalok az Erasmus Plus program keretében, amelynek fókuszában idén is a demokrácia fogalmának tanulmányozása állt. Az Erasmus Plus az európai oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató uniós program. Kiemelt célja a társadalmi befogadás, a zöld és a digitális átállás, valamint a fiatalok közéletben való részvételének előmozdítása. Benedek Miklós Zoltán Gyergyószent Miklósról érkezett. Nem egy képzeletbeli országot, egy államot alakítunk meg így a részvevőkkel, ahol mi csináljuk a szabályrendszereket, polgármestert választunk, vagyis miniszterelnököt választunk, minisztériumok vannak, és ez szerint működik az egész felépített kisvilág ezen a héten. Ennek az alapját nálunk Gyergyószent Miklóson tettük le, ott volt az elméleti rész, itt pedig tulajdonképpen a gyakorlati szimuláció folyik. Takács Zsófia, Nyíregyháza diákpolgármestere elmondta, különböző minisztériumokat hoztak létre ahhoz, hogy közösen tudják koordinálni a programot. Az első cserén már megvalósultak ezek a minisztériumok, itt lehet gondolni mondjuk olyanra, hogy kulturális minisztérium, akik felelősek mondjuk a programokért, vagy van egy miniszterelnökünk, aki ugye mindent koordinál, és ennek az a lényege, hogy közösen valósítsuk meg ezt az Erasmus programot, azaz együtt koordináljuk ezeket a programokat, együtt csináljuk meg ezeket a programokat, tervezzük meg és valósítjuk meg. Ezen kívül ugye ezt azt a célt szolgálja, hogy mindenki kivállaljon egy fontos szerepet ebből a programból, hiszen nagyon sokszor van az, hogy egy Erasmus programon valaki jobban tud érvényesülni akár azért, mert kevésbé érzi ezeket a nyelvi akadályokat, vagy abból a szempontból, mert mondjuk több az önbizalma, de így mindenkinek szükséges megszólalni, mindenkinek szükséges ugye felszólalni és részt venni a programokon, ami szerintem egy nagyon csodálatos program. A vármegye székhelyre érkezett tanulókat a Városháza dísztermében Ulrich Attila alpolgármester fogadta, aki egyebek mellett a város ifjúságpolitikájáról is beszélt a hallgatóságnak. Nyilván ez egy általános probléma mindenhol, mert az ember az fiatal korában és idősebb korában is keresi a kiutat a könnyebb, szebb élet felé. Nyilván ez egy olyan általános probléma, amely Nyíregyházán is egy jelenség, erre már egyébként több olyan projekt és program is volt, amelyben kidolgozásra kerültek olyan alapok, nyugati jó példákon keresztül, hogy mit lehet a városban applikálni a különböző korosztályokban. Úgyhogy ezekről fogok nekik beszélni, erre kértek fel. Ulrich Attila hozzátette, nem ez az első alkalom, hogy a Mustárház szervezésében külföldi diákok érkeztek a vármegye székhelyre. Csak ebben az évben Törökországból, Olaszországból, Spanyolországból, Szlovákiából és Franciaországból is jöttek már ide diákok.